évvel ezelőtt az Anna megyei Szent Rafael kórház traumatológiai osztályán egy átmeneti nehézséget láttunk, és ezt jelezte számunkra a kórház főigazgatója is. Akkor országgyűlési képviselő úrral több egyeztetést is folytattunk, hogy az az önkormányzat, amely egyébként sem nem fenntartója, sem nem működtetője a kórháznak, mégis mit tehet egy ilyen esetben, hogyan segítheti ennek az átmeneti problémának a megoldását. Két kulcsos modellt dolgoztunk ki. Azért két kulcsos modellt, mert egyrészt az önkormányzat 20 millió forintot tett félre arra a célra, hogy 5 önkormányzati tulajdonban lévő lakást helyrehozzon, felújítson, és ezeket szakemberlakásként tudja átadni. Emellett pedig 68,2 millió forint támogatást kaptunk az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 5 darab elektromos gépjárműnek a beszerzésére.